Napok óta végzik a fáradhatatlan szolgálatot a különböző segélyszervezetek, köztük a Katolikus Caritas, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, de a Magyar Református Szeretett Szolgálat is, akinek a kommunikációs munkatársát köszönhetem a stúdióban, Gilice Rékát. Szervusz, örülök, hogy itt vagy. Szervusz, köszönöm a meghívást. Tehát örülök, hogy itt vagy, nem ebben a helyzetben, a helyzetnek nem örülök, amiért itt vagy, viszont annak örülök, hogy be tudunk számolni arról, hogy milyen módon tudtok segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Mi már csütörtök reggel óta kint vagyunk a helyszínen, és csütörtök reggel indítottuk el az első segélyszállítmányunkat, ami még átment a kárpátaljai részre, és ezzel egy időben már elkezdtük a felállítását a különböző segélypontjainknak. Hol találhatók a főbb helyszínek? Ott vagyunk Záhonyban, az az első nagy pont, ahol a menekültekkel találkoznak a Református Szeretett Szolgálat munkatársai, ott tudnak segíteni információ átadásban, tolmácsok vannak, ott nagyon sok önkéntes van, élelmiszert adnak, elkísérik őket az ideiglenes szálláshelyre, hogyha arra van szükség, vagy útba igazítják őket a vasútállomás felé. Ők koordinálják az adományokat, az önkénteseket, és minden, ami ott felmerül problémaként és megoldandó feladatként, akkor igyekeznek ebben segíteni. Úgyhogy ők az első pont Záhonynál, de emellett Budapesten a nyugati pályaudvaron, és hogyha odaérkezik vonat, akkor a keleti pályaudvaron is vagyunk, de a bázis az a nyugati pályaudvar. Emellett pedig Budapesten, Debrecen, Ebes és Gelénesen is van raktárunk, ahova fogadjuk az adományokat, hiszen nem csak olyan adományokat lehet hozni, amiket egyből át tudunk adni, hanem aki mással szeretne segíteni, azok például a raktárunkba kerülhetnek. Záhonyban konkrétan ott azt mondják, vagy legalábbis a híradásokból azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon sokan érkeznek oda. Mit tapasztaltok? Ugyanezt mondták a munkatársaink is, hogy nagyon sokan érkeznek Záhonyba. Bevallom, nem sokat alszanak a munkatársaink és az önkénteseink, de örömmel teszik ezt, mert tudják, hogy azzal, hogy ott vannak, és ahogyan segítenek, annak arra nagyon nagy szükség van. Sok embert látnak, ez nekünk azért is jó, hogy tudnak szólni és jelezni, hogy mikor vannak nagyobb hullámok, mert akkor előre tudjuk, hogy mikor várható Budapesten mondjuk több embert, mert teljesen változó egyébként a MÁV-val, ami kapcsolatban vagyunk, és ők jelzik nekünk, hogy amikor érkező vonaton körülbelül mennyi menekült van, de ezt úgy kell elképzelni, hogy van olyan, amikor 15, és van olyan, amikor 1040. Tehát nagyon nagy a változás ebben, és nekünk jó tudni és jó felkészülni arra, hogy mire számíthatunk. Mi jelenti most a legnagyobb kihívást a segítségnyújtásban, például a ti szolgálatokban, mit tapasztaltok? Az információ gyűjtés, információ áramlás, illetve annak a tudatosítása, hogy hogyan lehet jól segíteni. Mert azt örömmel tapasztaljuk, hogy az emberek megnyíltak az első pillanattól, nem is kellett szólni, még kérni sem, és már jöttek, és ők kérdezték, hogy hogyan lehet segíteni, vagy hoztak olyan segítséget, amit ők jóknak gondoltak, és ez nagyon fontos, hogy szeretnénk mindenkit kérni arra, hogy ne essen neki rosszul, hogyha esetleg valamire azt mondjuk, mert odahozott 25 kilogramnyi lisztet a nyugati pályaudvar, hogy azt nem ott vesszük át, hogy azt ugye a raktárba, mert például a pályaudvarokon olyan élelmiszereket és eszközöket tudunk elfogadni, amit egyből át tudunk adni a rászorulóknak, akiknek erre szükségük van. Tehát például oda érkeznek szendvicsek, csokoládé, műzli, kisüveges üdítő, fogkefe, fogkrém, tusfürdő, sampon, pelenka, nedves törlőkendő a gyermekek számára is, mert ezekből az önkénteseink estécsomagokat készítenek, és azt adják át a családoknak. De ami romlandó, vagy pedig olyan tartós élelmiszer, amit melegíteni kell, vagy főzni kellene, azt nem tudják felhasználni, úgyhogy azt pedig máshova csoportosítjuk át. A szálláshelyek vonatkozásában mit tapasztaltok? Sokan kérnek a bajba jutottak részéről szállást ideiglenesen, vagy akár hosszú távra? Szükség van nagyon a szállásokra, azt látjuk, mert természetesen az ideérkezőknek egy része vagy itt van ismerőse, rokona, és akkor nála meg tud szállni, vagy nagyon sokan már tudják, hogy hova mennek, akár külföldre tovább, és itt csak ideiglenesen megszállnak, és már mennek is tovább. Viszont akik nem tudják, mert tényleg egy fél nap alatt összepakoltak két darab bőrönbe azt, amit úgy gondoltak, hogy mindenképpen magukkal kell hozniuk, nem volt idejük felkészülni arra, hogy kitalálják, hogy hogyan lesz tovább, vagy
keresenek bárkit, ahol meg tudják húzni magukat, úgyhogy igen, nagyon sokan szeretnék igénybe venni azt, hogy akár egy-két napra, egy-két hétre, vagy akár a háború végéig meghúzzák magukat. Egyébként ezzel kapcsolatban nagyon jó az együttműködésünk, mert a nyugati pályaudvaron is a katasztrófa védelem melegedő buszokat és a szállításban is ők segítenek, tehát ők viszik el az ideiglenes szálláshelyre azokat, akiknek erre szükségük van. Tehát akkor mondjuk potenciális segítségnyújtás lehet az is, hogyha valaki saját nyaralóját vagy valamilyen szálláshelyet ajánl fel nektek, amit gondolom kivizsgáltok, vagy megnéztek, leellenőriztek, és hogyha rendben találjátok, akkor ez is lehet egy segítség, nem? Lehet ez is egy segítség. Bárkiben, hogyha felmerül, hogy valamilyen egyedi módon és nem az előbb elhangzott egységcsomagokba tartozó módon szeretne segíteni, van egy e-mail címünk, ez a kárpátaljáért@jobbadni.hu. Arra kérek mindenkit, hogy oda jelezzen és jelentkezzen, mert ezt a munkatársaink és az önkénteseink folyamatosan nézik, és hogyha beérkezik a felajánlásnak megfelelő segítségkérés, akkor össze tudják kapcsolni akár a munkatársainkkal, vagy a segítséget kérőkkel, úgyhogy nekünk az a legjobb, hogyha egy rendszerben van minden felajánlás. Hogyan tapasztaljátok, szép számmal vannak önkéntesek, akik felajánlják a szolgálatukat, és persze van is erre szükségetek? Erről csak egy szemléletes példa, hogy nem volt elérhető 24, tehát kevesebb, mint 24 óráig volt elérhető az önkéntes jelentkezési űrlapunk, mert annyira sokan jelentkeztek, hogy azzal a létszámmal még akkor hirtelen az első pillanatban még úgy gondoltuk, hogy ennél többre nincsen szükség, úgyhogy annyira sokan jelentkeztek. Nagyon nagy a jelentkezési kedv, úgyhogy emiatt, mivel van sok feladat, és nem csak Budapesten, ezért újra a Facebook oldalunkon, a Magyar Református Szeretetszolgálat Facebook oldalán megnyitottunk egy jelentkezést, és persze kérjük a türelmet, mert lehet, hogy most befut a jelentkezés, és nem biztos, hogy egyből szólni fogunk, de nekünk nagyon jó az, hogyha tudjuk, hogy kire lehet számítani, hol lehet rá számítani, milyen idősávokban elérhető. Mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan szeretnének segíteni. Kint voltam most már két napja a nyugati pályaudvaron, és oda jöttek kérdezni, hogy mi az, amit hozzunk. Ez nagyon jó, hogy valaki megkérdezi, hogy most van-e valamire szükség, mi az, ami kifogyott, elfogyott. És mire válaszoltam valakinek, azután már ketten álltak sorba, hogy ugyanúgy megkérdezzék, hogy na jó, miben segíthetünk, itt vagyunk, akár pakolni, akár pedig adományt hozni. És ezt nagyon jó látni, hogy így összefogott az országunk, és bevallom, a szívet melengető. Igen, ez szívet melengető, viszont gondolom látni a bajba jutottak, mert kétségbeesettségét az arcukon, az viszont gondolom, hogy nem lehet annyira szívet melengető. Mit láttok rajtuk egyébként? Mennyire érzik magukat biztonságban? Nagyon nehéz szavakba önteni azt, hogy mivel találkozunk, vagy mit látunk. Van egy ukrán önkéntesünk, aki másfél éve jött Magyarországra, és az első pillanattól ő is ott van a nyugati pályaudvaron. Ő azt mondta, hogy azért is van ott, mert egy, a saját nemzetéről van szó, a másik pedig az, hogy az ukránok nagyon nehezen fogadják el a segítséget. Tehát, hogy szégyenlősek, nehezen kérnek, és azért nagyon jó, és valaki nagyon jó, hogyha ott van mellettük, és például ez a fiú is, ahogy tegnap láttam, több mint két órát vártam rá, hogy tudjak vele beszélni, mert folyamatosan jöttek hozzá emberek, és segített nekik, de onnantól, hogy felment a vonatra, és segített lepakolni a táskákat, egészen odaig, hogy megvárta az autót, amiben a család beült, és elvitte őket a szálláshelyre. És azt gondolom, hogy ez az, hogy ennyire biztosak lehetnek abban, hogy valaki ott mellettük, és ameddig a segítségnyújtás határa terjed, addig végigkísérő őket, ez nagy biztonságot jelenthet. De mondhatnék egy-két példát is, mert például volt olyan édesanya, aki a két kis gyermekével érkezett a nyugati pályaudvarra, és a gyerekek dicsekedve mesélték, hogy az ő édesapjuk most azért nem ült, mert hogy ő egy hős, ő a hazáért harcol. De amikor az ember belegondol abba, hogy de jó, hogy ők nem értik, hogy pontosan miről van szó, és mit élnek meg. De volt olyan, aki Harkovból érkezett, és ő el tudott még jönni, de a család többi tagja nem, mert miután ő elhagyta a várost, azután 6 órával már lezártak, és onnantól már senki nem tudott mozdulni. Tehát nagyon sok olyan emberi történet van benne, amit nehéz felfogni, és azt mondom, hogy szerintem senki nem szeretné átélni ezt. Itt még egyik segítséget nyújtó szervezet képviselőjével sem tértünk rá arra a témára, vagy nem mentünk abba bele, hogy egyébként maga az önkéntes, vagy maga a segítő személy mit él át, vagy lelkileg milyen lenteken, fenteken megy keresztül, amíg a segítségnyújtás zajlik. Te ezt hogyan tapasztalod, hogy éled meg ezt a helyzetet?
Azt gondolom, hogy amikor segítünk, akkor bár empatikusak vagyunk, és bevonódunk egy szintig, viszont nekünk ott stabil emberként kell ott állnunk. Mind a munkatársnak, mind az önkéntesnek. Megérint minket a történet, viszont arra van szükség, hogy reményt kapjanak. De amikor megérkeztem egyszer a pályaudvarra, akkor például láttam egy olyat, hogy akkor éppen egy kárpátaljai magyar hölgyel beszélgetett az önkéntesünk, és a menekült patakokban folyt a könnye, és már jó ideje beszélgettek, mint megtudtam, és azzal köszöntek el egymástól, hogy nagyon hosszú leléssel. És természetesen ez nyomot hagy. Hogy látod, hogy a következő napokban most mire fektetitek a hangsúlyt, mire lesz a leginkább szükségetek? Annak örülünk, hogyha követték például a Facebook oldalunkon a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak az oldalát, mert oda folyamatosan minden reggel és napközben is kitesszük, hogy éppen aktuálisan mi az, amire szükség van. Önkéntesre van szükség, tárgyadományra van szükség, Budapesten van szükség, vagy Záhonyban van szükség. Tehát ezek a leggyorsabb információáramlások, de emellett, hogyha a 1358-as adományvonalat felhívják, aki nem tud kijönni mondjuk személyesen, hívásonként 500 forinttal tudja támogatni a munkánkat, de egyébként a jobbadni.hu honlapunkon keresztül akár online adományozásra is van lehetőség, és ott figyelemmel lehet követni, hogy éppen hol tartanak az események, hol vagyunk és milyen segítséget nyújtunk, esetleg hol lehet bekapcsolódni a mi szolgálatunkba. Most konkrétan itt a következő órákban a szolgálatotok a segítségnyújtás milyen fázisba ér, te most innen hova mész tovább? Én visszamegyek a Nyugati pályaudvarra, és onnan is érkeztem ide, a reggelt azt ott kezdtem. Amit most a következő órákban lehet tapasztalni, vagy hogy hol leszünk mi, mint Református Szeretett Szolgálat, folyamatosan ott vagyunk Záhonyban. Ez konkrétan azt is jelenti, hogy van olyan kolléganőm, aki pár napja már ott van, és ő is a menekült szálláson alszik, már ha alszik, úgyhogy ott vannak a menekültek között, fogadják az érkezőket, elmennek a vasútállomásra, tehát ez folyamatos. Van, amikor kevesebben érkeznek menekültek, van, amikor többen, de amikor például nagyon sokan érkeznek meg, akkor az is nagy feladat, hogy őket megfelelően is mindenki megkapja azt az információt és segítséget, amire szükség van, illetve a Nyugati pályaudvaron pedig az van, hogy rengetegen érkeznek adománnyal, amit nagyon jó látni. Ez például az önkénteseink, folyamatosan van pár ember, aki szortírozza, hogy ezek az élelmiszerek, ezek a higiéniás eszközök, ezek külön a gyermekeknek szóló eszközök, de például egyébként a Nyugati pályaudvaron, hogyha most aktuálisról beszéljünk, a délelőtti órákban most ott vannak is, amikor jöttem, még találkoztam is velük, a Betesda gyermekkórházból orvosaink. Tegnap is volt olyan, nagyon sokan kértek fájdalomcsillapítót, vitaminokat, gyermekeknek tápszert, illetve amikor megérkeztem, akkor éppen volt, akinek vérnyomást mértek, volt, aki azt szeretné, hogy az otthonhagyott gyógyszereit pótoljuk, hát természetesen erre ott nincsen lehetőség a helyszínen, viszont az orvosok, amit tudnak, azt megtesznek, és nagyon örülünk, hogy ez egy olyan összefogás, ami komplex segítséget tud nyújtani. Irica Réka, kitartást kívánok akkor a szolgálathoz nektek, és hogy ha valaki segíteni szeretne, akkor a református, Magyar Református Szeretett Szolgálatnak, akkor a honlapon minden információt megtalál, ugye? Így van, köszönjük szépen! Köszönöm, hogy itt voltál!